volt, aki gitárszólóval, más humoros, tanulságos mesével szórakoztatta a Bátaszék Vasutas Szakszervezet nyugdíjas csoportjának tagjait. Szükség is volt a vidám percekre. A nyugdíjasok legutóbbi taggyűlésén ugyanis számos probléma került elő, így például az, hogy klubként működjenek-e tovább annak a reményében, hogy akár több támogatást kaphatnának működésükhöz. A pénzügyi helyzetünk jó, mert az alapszervezet, ami tagdíjakat fizetnek, abból beforgassuk, most is majd kapnak a tagok egy-egy kis utalványt, amit elmehetnek a boltba levásárolni. Hála Istennek, így tudunk gazdálkodni. Hát, hogy ki kell tartsuk a kapcsolatokat? Hát, nagyon nem tudjuk tartani a kapcsolatokat a másik csoportokkal, méghozzá azért nem, mert anyagi oka van. Mert ha meghívunk egy csoportot, Bátaszéken több csoport létezik, ha meghívunk egy csoportot, azt igenis vendégül illik látni. És ha nincs miből, akkor nem lehet vendégül látni senkit. A taggyűlésen szóba kerültek az alacsony nyugdíjak is. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem, vagy csak alig tudnak kijönni ellátásukból. Többségüket a család sem tudja támogatni. Hogy a nyugdíjasok nehezen jönnek ki a nyugdíjukból. Ez így is volt, és így is lesz sajnos. Hát nem tudom, hogy a nagyjaink mit adnak majd évvégén nekünk megint. Ígéret van, hogy valóság mi lesz, az majd kiderül akkor, ha megint. A szakszervezeti vezetők kiemelték, feszültségben a több mint 10 éve elment nyugdíjasok és a nemrég nyugdíjba vonultak között is, ám a problémáikról nem tudnak kivel egyeztetni. Nincs országos érdekegyeztetése a dologban. Ez egy óriási nagy probléma. Ha ebben az országban az a nyerő, aki a Kossuth teret megtölti, illetve csak az a nyerő, akkor kollégák, van egy rossz hírem, fotelforradalmáságnak vége, föl kell állni a forradalom, vagy a fotelból, azt el kell venni a Kossuth térre. Januárban 2.156.000 nyugdíjas átlagosan 130.500 forintos ellátást kapott havonta. Idén januárban a nyugdíjak 2,7%-kal emelkedtek. Éppen ezt tartják a legfőbb problémának az érintettek. Azt mondják, az infláció követő nyugdíjemelés bevezetése óta hatalmas különbség alakult ki a bérek és a nyugdíjak között. 2015-től az intenzív béremelkedések hatására a bérek és a nyugdíjak gyakorlatilag két teljesen külön pályára kerültek. Míg 2014-ben az átlag nyugdíjas megkapta a nettó átlagbér 76%-át, addig ma az átlagos nyugdíj az átlagos bér mindössze 57%-a, és ez 15-20 év múlva a szakértők szerint 50% alatt lehet.